Sziasztok, nem a Mr. Sajt, és itt vagyunk a Forma 2014-ben ismét, és folytatjuk a challenge kihívást Alonso ellen. Az évad kihívást. Nos. Akkor megvolt Belgium, Spa-Francorchamps, és akkor jött vissza a kar a kezembe. Hát igen, amatőrben vagyok, mert ugye abba kezdtem el. Átlag pont verseny 25, igen, mert eddig végig csak nyertem. És ha jól láttam, akkor most jön az orosz pálya. Amire nagyon oda kell figyelni a DRS-nél, mert kicsit becsapó ez a pálya DRS-ileg. Mert megyek. És van az a hátsó egyenes, és amikor hirtelen kanyarodok befele az ív fele, akkor beszippant a fal, mert ugye a DRS ugye elveszi a leszorító erőt, és olyankor vagy leszoktam kapcsolni a DRS-t, vagy nem. Ez attól függ, hogy hát de általában összejön, szóval nem szoktam abba nagyon hibázgatni, és már indulunk kis módra. Ilyen közel ez is megvan ez a pole pozíció. Igen, mert a Mercedes azért már elvárják az első helyet, ugye. Világban bajnok csapat, ugye. Ezért meg is csak ott elvárják az első helyet. Na, akkor megvan az automatikus mentés. Betöltés. Azért az még mégis csak egy Mercedes, na. Pálya az cső, nem akarom elhúzni az időt, majd még mást is szeretnék csinálni. It
will be a fascinating race today as Fernando Alonso tries. Tudom, hogy Fernando Alonso lenne. Csak nem tudom, hogy Fernando Alonso.
volt egy kis szabadkolatos találka. Ez is be van húzva. Legyőztük Alonzót ismét. Nos. 100 ponton van kerekem. És akkor elvileg igen, el kell fogadni mindenképpen az ajánlatot Ferrari-tól, és miért vissza a Ferrari-hoz Maranello-ba. Akkor ki legyen a következő? Ki legyen a következő áldozatunk? Ricciardo? Akkor Rosberg? Zöld az előbb. Megyen Massa. És akkor gyerekek, itt fogom folytatni, megígérem. És én sajt lettem volna, iratkozzatok fel, és csajkodj minket Facebookon, és lájkoltatok cikk. Csak ugye.